Most eszembe jutott még egy videójátékos hír. Arc System, Mickey. Ja, hogy a férfi karakterizél. Igen, BlazBlue Cross Tag Battle. Ugye ez egy, a BlazBlue Cross Tag Battle egy spin-off, vagy ilyen crossover játék lesz a BlazBlue. És a Persona 4 Arena, az Under Nighting Burst, meg a Ruby 4 játéknak így a crossover-e. 40 karakter lesz benne, de abból 20 DLC. Igen, tehát 20 karakterrel... A fele! A játék fele DLC lesz. Pont. Ezt emészgessük egy picit. Jaj, meg a FighterZ-nek a limitált verziója Steamen. Vagy jó 100-150 dodó, nem? Várj, azt hiszem annyi, de mindjárt megnézem Humble-on. Humble Store-on megnézem a FighterZ-t. 60 euró a sima, de az nem érdekel minket, bár az is kurva drága szerintem. Hát az. De utána, amikor egyenlőséggel tesznek a dollár és az euró közé. Tehát ha 60 dollár, akkor 60 euró. Nem ugyanannyit ér. Várjál. Ugyanezt csinálják bármivel. Ausztrál dollárra, jennel, stb. És azok még jobban szívnak. Múltkor olvastam, hogy valami, most bejötték ezek az új Overwatch skinek, ezek a Liga skinek, 5 dollárt kérnek, egy darab skinért, nem vesznek egyet se. Ilyen csapat skinek, amikor az Overwatch ligában vannak. Nem vagy és igazi Overwatch rajongó. Leszorom, és az ausztrálok szívtak a legtöbbet, mert ott valahogy úgy variálták át, hogy ott valami, az ami kétszer annyiba kerül, mint mindenhol máshol, és így gyűjtöttek, hogy what? Ilyen, van a Fighter, Dragon Ball FighterZ, az 60 euró, Humble Bundle-on, a Dragon Ball FighterZ Fighters Edition, az 95 euró. Nagyon zseniális elnevezés, tehát a játékról nevezed el a játéknak az edition-jét. És a Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition a 110 euró. 110 euró egy videójáték. És ez mi a faszt tud? Tehát, hogy mivel más, mivel több? Megnézem neked. Az nyilván, hogy szerintem benne van minden. De nem kéne alapba benne lennie mindennek? Az alap 60 eurós játék? Miki, te annyira, te 10 évvel ezelőtt élsz, te ezt nem értheted. Két karaktert early unlockolsz, amit eleve nem is értek. SSG SS Gokui és SSG SS Vegeta. SSG SS, ez mi a faszomnak a rövidítés? A Super Saiyan God Super Saiyan. Super Saiyan God Super Saiyan. Bullshit, de szóval... Ultimate Edition, igen. The Ultimate Edition includes első pont The Game. Ez így itt van, hogy The Game. Megkapom a... Figyelj, megkapom a játékot, bazd meg. Megveszem a játéknak az Ultimate... You don't say. Ultimate, és bele van The Game. Fighter Z Pass, 8 új karakterrel. Anime Music Pack, 11 dal az animéből, de melyik animéből. És kommentátor Voice Pack, igen, mert hogy ugye van a Funimation kommentár, a mit tudom milyen kommentár, van meg az eredeti japán, és mindegyiket külön meg kell venni. Nem mész az anyádba. És azok ilyen kibaszott drága DLC-k állítólag. Nem mindegyik ki a faszom kommentálja, tehát... Megnézem, mennyibe kerül. 110 euró az most mennyi? Az sok. Kérek, szépen... Az ilyen... 40 ezer forint? Mindjárt megnézem. Ez egy játéknak az Ultimate kiadása. És az Ultimate ilyen faszom szobros kiadás kerül 40-be vagy 50-be. Tehát akkor melyikre a szobrosat veszem meg és utána a DLC-ket? Várjál, eurót átváltunk. Nem USD-re. Itt kellett volna leesnem? Nem biztos. Hanem Hungarian forint. Kérlek szépen, 110 euró az 34 ezer forint. Kurva anyukat. De cserébe megkapod az egész játékot. The Game. The Game. Ezzel most kiakadtam, hogy The Game. Az Ultimate... Figyelj, amúgy egyébként, ma már nem lepődöm meg semmit, mert volt már olyan Collector's Edition. Az Assassin's Creed. Valamelyik Assassin's Creed volt az, azt hiszem. Hogy nem volt benne. Az Origins, azt hiszem? Hogy nem volt benne a játék az Ultimate kiadásba. Bizony. A izén néztem valamelyik magyar ilyen konzolboltláncnak a honlapján, aztán a Platinum Shopnál volt fönt, hogy néztem a Switch játékokat, hogy mi mennyibe kerül, és találkoztam a Breath of the Wild-nak a limitált kiadásával, igen. És találkoztam is, hogy mennyire olcsó, hogy valami 18-19 ezer forint, és
kiderül, hogy tehát megkapod az egész pakkot, ami a limitált kiadásban van, csak a játékot nem. Tehát valaki megvette azt, kivette belőle a játékot, és eladta, gondolom, minden mást a Platinum Shopnak. Aha! Meg... Mondjuk ez tök jó, mert ha megveszed a játékot, azt mondod, ez tetszik, de akár nem vettem meg a limitáltat. Igen, és akkor azt így mondod, az így fair, ja, ja. De akkor 30 ezerért megveszed a limitáltat, mert gyakorlatilag a Breath of the Wild az jó, 16-ba kerül, és akkor 16-ért megveszed a Breath of the Wild-ot, plusz még 18-szer a limitált kiadást, az összeadod, az nem éri meg. Hát nem. De hát, hogyha lemaradsz, de már, akkor kimaradsz. De már máshogy már szerintem nem lehet megkapni, ja. A... Mint a Odyssey kiadása a Switchből, úgy elfogyott, mint a szar. Nem látni sehol már. És én meg azt akar, azt néztem ki, úgyhogy rábasztam. De hát, ha lesz majd Jet Set Radio Future kiadás. Az a baj, hogy a Donkey Kong Tropical Freeze-ből biztos, hogy nem lesz semmilyen speckó kiadás. És lesz. És ilyen exkluzív banán alakú Joy-Con-ok lesznek. Pedig tudom, mi lenne kurva jó, hogy adnának hozzá egy szobrot. Egy Donkey Kong szobrot. Vagy hogy ha hype-olni akarják a Funky módot, akkor egy Funky Kong szobor is kurva jól néznek. Most a PS4-hez tártak ki valamit, ami ugyanaz, mint az Amiibo. Egy az egyben, tehát ugyanaz a technológia, minden. De én azt nem értem, hogy tehát a Sony meg a Microsoft vásárolók rá, de azt csinálják, hogy húrolják a Nintendo-t a fasság ötleteik miatt, és aztán a cégük, tehát az ő általuk támogatott konzol megcsinálja a homlok egyenest ugyanazt, és a Sony-tól meg a Microsoft-tól már beszopják. Tehát akik húrogták a Nintendo Vita Motion Control miatt, azok vették, mint a cukrot a PlayStation-ből. Viszont a Kinect az most meghalt végleg, az úgy, hogy van, kinyírta a Microsoft. Kiállt nemrég, és mondták, hogy ennyi volt, cső. Amúgy igen, ideje volt. Szerintem pont a Nintendo Labo előtt. Lesz Darkest Dungeon is. Már van. Switch-re? Január 16 vagy 18-án jött ki. Én is nem vettem még meg PC-re. Hát tudod, hogy az abszolút rage game, azt vágod, tudom, hogy tudom. Volt az nagyon híres, amikor hogy ketté tört a billentyűzetet a... De az tényleg, hogy maga az egész játékmechanika, ami köré van építve, az kiboszott zseniális. Tehát én csak azért kipróbálom. Én azon gondolkodom tényleg, hogy lehet, hogy azt fogom csinálni most, mert tényleg kivárom, hogy van, akkor leakciózzák az e-shopba, és akkor majd Switch megvenni. Köszönöm, hogy te is szétbaszd a... Én nem vagyok olyan. Egy hét múlva. Én még soha semmit nem törtem szét azért, mert megfigatott egy játék. Soha semmit. Én kétszer eltörtem ugyanazt a kontrollert. Nem tudom, ére. Ér? Csak kérdés, hogy egynek ér, vagy kettőnek? Igen. Kommentbe kérjük, írjátok le. Hát, basszuskus nem támaszt a hírt. Kész, feladom. De most... Na. Nem tudom, hogy most új helyen vagyok-e, vagy visszatett a legeslegelejére. Mindkettő. Nem... Lehet. Kéne találnom egy szobrot. Visszatett egy új helyre. Hát bakker, nem találom. De mindegy, ott volt az első figurák között a Parappa, a Crash, valamelyik Hellgast. Tehát az Ancient Trilogy az PS4 exkluzív volt? Vagy ez kijött Xbox One-ra is? Csak... Várjál. Azt szerintem csak exkluzív volt. Csak mondták, hogy ki fog jönni másra, de aztán végül kugára nem jött ki. Én legalábbis így tudom. Az be is baszott volna. Xbox One-ra. Xbox One az ilyen shittier konzol. És valamiért az a legnépszerűbb Magyarországon, de hogy miért? Mert... Előzőre volt valami. Most 45 ezer a Collector's Edition Z-vel. Mondjuk az kurva jól néz ki, azt meg kell hagyni. Most néztem. Hát annyi már nézen is ki jól. Új God of War-t is valami 30-35 ezres kiadással fogják kézni. Hogy elszálltak, nem? Ezek a kiadások. Nagyon. Még régen. Még a PS... Kevés ilyen volt, és az is megfizetődő volt. De még nem is olyan nagyon régen, hogyha PS3-ra visszanéztünk, ott se volt azért... Pár ezer forint a drágább ér megvett. Igen, ott ilyen nagyon, mit tudom én, egy fémdoboz, vagy egy kicsit más a borító. Tehát ott nem voltak ennyire ilyen elvetemült darabok szerintem. Mint Most kapsz egy nagy rakás műanyagot, amit nem tudsz eltenni sehova.
Jó, mondjuk én pofázok, mert nekem megvan a Skyrim limitált, a Fallout 3 limitált, a Fallout New Vegas limitált, a Tekken 6 limitált, a Tekken Tournament 2 limitált, a Rayman Origins limitált, a Saints Row 2 limitált, a Dragon Ball Xenoverse limitált, a Dragon Ball Battle of Z limitált, mi van még? Ja, Infamous 1 limitált, Infamous 2 limitált, a szoborral táskás kiadás. Akkor lehet inkább csinálni valamit. Bár mindenkit használtam, vettem, jó áron. Nekem is sok minden ilyen van, nem akarom felsorolni. A Bioshock a legnagyobb védelem. A Bioshock a legnagyobb védelem, igen, Bioshock 2, bakelites. És nem is vettem drágán. Nem, az teljesen jó. Mint ilyen Skyrimot, azt is ilyen 20-ért. Én 6-ért vettem a izét. 6000 forint. Azóta se játszottál vele. Nem. Úgy vettél most egy kurva új konzolt, hogy a PS3 játékainak a negyedét be se raktad a képbe. De ezt alsó hangon. De olyan szempontból mondjuk jó, hogy... Mint én Steam-em. Én azért nem nagyon szerettem PS3-on játszani, mert a régi tévémen nem adta vissza a régi tévém, hogy mennyire szépek azok a grafikák, mert eleve kicsi volt. Baszd meg! Ne halljál meg, Dr. Fate, bazd meg! De meg, nem. Uff. Hú, de megijesztettél. És 42-es szint. Yeah, boy. De most van 4K-s tévéd, akkor ezek szerint most vissza fogsz térni a PS3-ra? Igen, most pont azt akartam mondani, hogy amikor nem lesznek jó Switch megjelenések. Kam, igen. Akkor... De nem lesz. Akkor szerintem nagyon sok mindent be fogok pótolni a PS3 időszakból. Amit elkezdtem, azt befejezem. Mit a szívre például? Hát jó, amit rongyosra... Az az egyetlen tényleg PS3 játék, amiben minden, amit meg lehet csinálni, azt mindent megcsináltam. És még nagyon a gyűjteményem elején vettem a szívre vett. Szerintem a 5. vagy 6. játékom lehetett, vagy az első pár játékomban volt benne. Még külföldön rendeltük eBay-ről talán. Igen, nem lehetett megtalálni Magyarországon bizony. Sehol. Síbéről vettük, meg emlékszem. Még akkor Kion keresztül még csempésztük a játékokat, basszus. Még akkor én fasz előrendeltem a kurva Saints Row 3-at. Volt az a Shop2, emlékszel? Aha. Az jó oldal volt. Angol oldal, és nagyon olcsó lehetett a Tom Clancy's End War-t megvettük. Ja, gyakorlatilag olcsó volt megvenni a Tom Clancy's End War-nak a limitált kiadását, amihez kaptál PS3 headsetet, mint külön megvenni a PS3 headsetet. Hát. Tehát a headset az ilyen 7 vagy 8 ezer forint volt, és az End War meg 3, valamilyen röhelyes ár. Valahogy így, igen, tehát... És vettünk kettőt, és kész, azóta itt is van a headset, működik a mai napig. Mondjuk az End War-t azóta eladtam a picsába, de... Én nem. De én eladtam, mint a szart. Kibaszott. Mindig azon az ellen voltam, hogy nem kapnék érte annyit, mint amennyit vettem, akkor inkább maradjon a gyűjteményben. Én eladtam ugyanannyiért. Szerintem max. 1000-es buktam rajta, vagy, de hát nem buktam, mert végül is pont még kerestem vele. Hát, ja. Úgyhogy annyit meg megért nekem, meg a srácnak is, aki megvette, úgyhogy... Egy ilyen rage eladásom volt, emlékszem. Amikor annyira felbaszott a játék, hogy aznap eladtam jófogáson, vagy vaterán akkor még. Mi? A... Motorstorm Pacific Drift. 8-as szinten az AI úgy csalt, hogy karak fölbasztam az agyamat, nem tudtam az... Tehát 7-es szintig mindent megcsináltam aranyra, 8-on az első pálya nem ment, és emlékszem, hogy majdnem megcsináltam az első pályát, a leggyorsabb autóval voltam, lejtől lefelé mentem, nitróval, és egy szaros ATV, hallod, így lehagyott engem, így, nitró nélkül. És meg olyan ültem, hogy így, what? Bro! Tehát, hogy annyira pofán a rubber banding van abban a játékban, hogy megfogtam, kivettem a gépből, beraktam, feltettem, eladtam, eljöttem az Európarkba, találkoztam a gyerekkel, odaadtam nekem, mondom, nesze, vigyed, bazd meg! Pedig unokatesomtól kaptam karácsonyra, emlékszem, De az úgy fel... És nem is bánom. Fú, de felcseszett az a játék. De aztam volt az a lélekjállítás, hogy lőttél róla egy képet, megírtad a szöveget, föltetted, de nem az, hogy szétvertett kalapáccsal. Nem. Így kell kultúráltan megszabadulni egy játéktól. Fú.
ez a megfontolt gémet. Azt hittem, hogy vérzésem lesz, amikor azt a pályát csináltam, emlékszem. Nem hittem el. Mentem vagy 400-zal, bazd meg. Tényleg ilyen ultra brutál Corvette-tel, vagy nem, ilyen, csak ilyen cross-os verzióban. Tényleg a sportklasszból a legdurvább kocsival mentem, vitrózva, hegyen lefelé. Valami 10G lehetett már az izé. Körülbelül. Már úgy rezgett a képsorban az izé, meg torzult, már nem lehetett látni, és mondom az ATV-s gyerek így pip-pip, így elment. És be a célba. Úgy mentél, mint a Redline-ba, és így pip-pip. Fú, bármely. Szép. Bazd meg. Tehát amikor nem az... Elfogyott a... Ja, jó, van full hírünk. Amikor már ennyire pofázom, nem azon múlik, hogy miért mi a tudásod. Én sose értettem a rubber bandet, hogy az miért jó. Hát ezért. De érted, hogyha mondjuk az lenne, hogy mondjuk... Mert ha te túl jó vagy, akkor nem lenne kihívás a játékban, és akkor mindenki lekörözöl 70-szer. Így még mindig ott van az a folyamatos, hogy valaki van a seggedbe, és figyelned no more roof items! Accuracy mennyi a picsába? Fuck off, mate. Miért nem használod fel inkább csak? Secret key. Ez az, ezért jöttünk. Escape rope? Escape rope. Ja, jussunk ki innen. Mondd a szóval, szavait. Ja. Mozog a szád. Negyvenes szintű ez a retik, most nézem csak. Pip, pip, pip. Lehet, hogy ezt nem kéne erőltetni. Csak húzzunk. Ne, a sorsot ne kísértsük. Aha. És raktam Pocket Centernél, rak le? Aha, berendes. Legutóbbi Pocket Centerhez. Ami 70 várossal arrébb van. Tehát bárhova mész, a kötél egyik fele az ott van. És így húzod magad után. És meghúzod, és utána visszahúznak. Kíváncsi vagyok, hogyha most én benyitok, akkor utána, hogyha visszajövök és beteszem a Secret Key-t a PC-be, akkor be fogok tudni jutni? Tehát bejöttem. Kinyitottam az ajtót, ugye? A Loki mondta, hogy megesett az a játékban, hogyha mondjuk véletlenül erre lesz ez egy Pokémont, aki mondjuk tud egy olyan támadást, amivel mondjuk át tudsz jutni az egyik területről a másikra, és ezt nem tudja más megtolni, akkor kurvára elbasztod, és nem tudsz kijutni onnét ebből. Ezért nem lehet a hámeket törölni. Aha. De igen, de hogyha nem tudja megtolni mással, aki a csapatról van épp. Érted, úgy mondok. Tehát csapdába tudsz jutni így, kvázi. Amikor így kalandozol jobbra-balra, igen. Akkor nem tudsz így eldobni, elengedni Pokémont, az csak Pocket Centerbe tudsz, ja, a PC-nél. És a Pocket Centerek olyan helyen vannak, hogy tudjál fűbe menni, mondjuk elkapni Pokémont. Uh-huh. Tehát azok nincsenek ilyen zárt tereken, tehát szerintem nem... Tehát azért, de arra nagyon ügyeltek, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő. Mi ez a sok szar? Kálcium, meg iron, meg karbosz, ezeket dob, vagy rag. Rare candy, azt se fogjuk használni. Ezeket dob be nyugodtan. A rare candy-ket azokat nagyon is fogjuk használni. Azokat a liga előtt majd odaadjuk a legtáposabb pokémonjainknak, hogy... Négy táposabbak legyenek. Hát ja, hogy valami szint legyen. Bazd meg! Ezt a fasz dizájnt! Kinyitottam az ajtót! De nincs rád a kulcs, csak kinyitottad az ajtót. Tehát muszáj úgy bemennem, hogy a key itemek között ott van a kulcs. Igen. Kizártam vissza az ajtót, ilyenkor az lenne a kérdésem. Hát lehet, hogy ez ilyen önzáródó ajtó, tudod? Érted? Fasság. Bullshit. De rakd be ezeket a cuccokat, kérlek, Miki, mert rossz nézni. Szóval a Secret Key-t vedd ki, és rakd be a Rare Candy-t, amit éppen nem fogunk használni, meg a Carbon, de ez most rak... Jó, itt úgyis csak egy itemet fogunk kapni, aztán utána rendszerezek. És fogadjuk, hogy most már lesz annyi hely. Lesz annyi hely, mert vagy 3-4 cuccot pakoltam be. Ez melyik terem most? Ez most a Blaine tűz terem. Akkor Blastoise?
Vagy megválaszoljuk a kérdést, hogy tápolni akarsz? Ja, de úgy tűnik, hogy nem is hívhatom ki, amíg nem válaszolok. Szerintem szándékosan rosszat fogok válaszolni, hogy tudjak level grindolni. Mondd, azt akartam kérdezni. De ez nem igaz! Metapoddel fejlődik, és az lesz Butterfree. De kihívhatom amúgy. Jó, akkor megválaszolunk mindent. Jó. De az egy nagyon szarul kitalált kérdés, szerintem. De ez volt a Fire-edben is, nem? Öt más kérdések voltak? Szerintem ugyanazok. Akkor lehet, hogy ugyanezen a kérdésen meglepődtünk. Lehet, hogy ott is fennakadtam rajta, igen. De miért nem izét hozva? Arra emlékszem, hogy tőled kérdeztem a kérdéseket, és neked kellett válaszolnod. Igen, a nagy Benyó a nagy Pokémon tesztje. Ez mekkora shit fest volt. 90-ig azon be is került, hogy voltam egy kérdés, amit nem tudtam egyáltalán megválaszolni, és kimondtad gyakorlatilag a választ, és látod, tudod te ezt. Azt sem fogom elfelejteni, az jó volt a Fire-ed végigjátszásunk szerintem. Ja. Nem a kedvencem volt, a kedvencem a mai napig a Division 5 főjönnyak végigjátszásunk volt. De jó volt. Jó első végigjátszás volt, azt mondjam. Jó, első közös végigjátszás. A hírnevünk. Hát az sokan azzal ismerték meg a csatornát. Sokan azzal azonosítottak minket a mai napig. Hát igen. Hát a legtöbben, kvázi. Tehát amikor beírom, hogy Benyó Boy a Facebook, a YouTube keresőbe, az első, ami följön, hogy Benyó Boy, alatta, hogy Benyó Boy Fire-Red. Wow. A mai napig. Damn, son. Múltkor néztem, nagyon sokan megnéztek az első részt. Szerintem közelít már 30 ezerhez lassan. Lehet. Hagol. Miki, én nem értelek néha tényleg. Tök viccen kívül nem értelek. Csináld, dögöljön meg, hoggol, nyugodtan. Tényleg, csináld. Meg fogja tudni csinálni? Én már feladtam. És ha volt. Nem lesz krit, akkor éljük. Jó? Küketek. Mi leszünk az elsők? Úgy. Megtett, amit megkövetelt a haza. Ez az. Saját videók. Rendezés. Hát... Nem lehet. Mi azt, hogy nem lehet rendezni? Jó, akkor... Fire-red... Nem tudom gépen. Nem is benyobolj Tekken az első találat. Úgy van, hogy beírom YouTube-ba, első az, hogy benyobolj, másik az, hogy benyobolj Tekken, utána benyobolj Mafia, benyobolj Overwatch, és utána csak az, hogy benyobolj Pokémon. Úgyhogy elbasztál. Nekem vagy úgy Benyó Boy és Fire-ed. 27 ezeren nézték meg az első részt. Durva. De érdekes, hogy csak az első részt. Tehát én mindig azon gondolkozok, hogy annyian... Azt mondják, hogy hú, bazd meg, ez szar, nem nézem már meg a másodikat. Szerintem igen. Ja. Mikor ez tényleg szar volt az első rész. Eléggé. De a többit is megnézték több ezzel. Most kijött a 32. rész, és ezt 4000-en megnézték. Ja, 4000 megtekintés, azt írja. 4048. Bazd meg! ...822 videó. 3700 feliratkozónk van már, felesetünk. Ja. De durva. Emlékszem, amikor 2017 elején azt jósoltuk, hogy 2017 végére lehet, hogy meg lesz a 4000 feliratkozó. Hát nagyon nem lett meg. Hát nem lett meg. De hát ezt tudtam akkor is. Több rövidebb végigjátszás kellene, vagy nem tudom. De nem, mert a Fire-ed is 60 rész volt. Nem vágom. Nem tudom, mi az, amiért... Tehát az emberek készek Pokémon. Nézni Pokémont, de mondjuk más nem köti le őket annyira. Mert pont a Pokémon, ami nagyon statikus, tehát hogy körökre osztott, támadásokat válaszgatunk ki, sok a grind. De a Monster Rancher-t is mennyien nézték? Lehet, hogy ezt kell az embereknek tényleg?
Hát én nem tudom. Mi ekközben jobban tudunk beszélni, mint egy olyan játék alatt, ami ez igaz. Koncentrálni kell állandóan. Figyelj le, te meccsor a falon nyúlva lesz végigjátszás, bazd meg. A 150 óra ugyanez. Megyek, lootolok, mikromanagelek, meg néha ölök. Az is vacba. Ja. Még lassabb legyen. De a Fallout New Vegasban legalább működött a VAT. A nébe még azt is elbaszták. Nem áll meg az idő, csak lelassul. Nem az. Annyira pontatlan a VAT, akkor is, hogyha jó az accuracy, hogy egyszerűen jobban megéri, csak simán real-time lövöldözni. Nem éri meg a VAT-ot használni semmiért. Mert fogod, hogy lepuffant az mindenkit egy sörétes puskával és csá. És tolni bele. Fú, de gyűlöltem a négyet. Fú, de fos az a játék. És emlékszem, hogy mennyire ki voltam akkor, hogy elfejtettem megvenni, meg előrendelni a limitált kiadást. És de jó, hogy nem rendeltem elő. És a limitált kiadás is szar lett. Amúgy. Tehát az a durva. Úgyhogy fú, de örülök, hogy ezt most nagyon szívem a fogomat érte. Tehát az egyetlen a rossz vételem a izé volt. A Saints Row 3 limitált. Az előrendelői, mert semmi nem értem, nem ott, mert az a DLC-t utána ingyenesítették. Még mi volt még? Ja, Duke Nukem Forever limitált. Hát igen, azzal benézted. Azt kicsit benéztem. Én naiv voltam. De elmondhatom, hogy nekem megvan a legendás játék. Mire azt se tudtuk, hogy valaki fog jönni. Ja, és kijött. Bánni jött volna. Hát Gearbox bazd meg, hát ez értenek dolgokat elbaszni, hát most. Szar volt az a játék, édesisten. Az a fizika. Két fegyvered van! Egy Duke Nukembe. Egy Duke Nukembe. Hagyjuk már. Az úgy Doom-ot ki kéne próbálni. Mondta, azt hiszem, ott annyi fegyvered lehet, amit akarsz. És úgy, és tényleg a Doom-ban néztem, hogy tényleg ki tudod robbantani a szörnyeknek a beleit a testéből, meg a koponyáját. Hát mennyire király dolog. Hát figyelj, a Doom-ban nekem azt tetszik, hogy ahogy kezdődik. Tehát ugye kapod a mission objective-et, meg mindent, a ilyen kis kijelzőn, és fogja a és így elbassza a picsába. Nem kell, csak menni, lőni, tehát... Nézd, nősz, gyilkolsz, cső, igen, és ennyi. Látszik, hogy maga a Doom Guy, tehát a karakter, akivel játszol, hogy egy más... Tehát egy más generációból igen. Származik. Tehát ez, hogy... A pofádba följön egy nagy rakás szöveg, hogy most hova menjél, meg mit kapcsolj ki, meg mit csinálj. Így megfogja a kijelzőt, meg megjelenik előtt a kijelző, és így megfogja, és így lebassza a földre az egészet. Meg így... jönnek tudod ilyen NPC-k, és így mit olyan beszólnak neked, hogy de nagyon vigyázz, ezek nagyon érzékeny műszerek, tehát nagyon óvatosan kapcsolt ki őket, nehogy véletlenül sérüljön minden, és így oda megy a dumka, és így belerúgja egyet a picsába, széttépít, mindent tönkretesz, minden, mert hogy az NPC karakterek, mert hogy ugye ez egész a pokolba játszódik, igen. És valami nem tudom milyen energiát termelnek ott a pokolba, vagy nem tudom mi, de lényeg, hogy anyagi megfontolásból ezeket a gépeket ők továbbra is üzemeltetni szeretnék. És nem látják be, hogy a veszély, meg a következmények azok jóval nagyobbak, mint ami hasznot tudni ezt termelni. És csak ez a Doom Guy, aki az egész játékban nem szólal meg, csak neki van igaza. Tehát, hogy nem az, hogy igényes műszerek meg minden, nem. Szétbaszni minden, tehát, hogy... Meg van egy olyan rész, hogy ha beesel a lávába, vannak olyan helyek, ahol be tudsz esni a lávába, és olyan tökéletesen gyönyörű halálanimációt csináltak meg arra, hogy az ami hihetetlen. Nem lehet, mi micsoda? A Jim Sterling csinált egy nagyon részletes leírás a Doom, tehát én sem játszottam a Doom-mal, abban sem vagyok biztos, hogy valamennyire biztos elfutna a gépemen, de nem kísérleteztem vele, meg nem vettem meg. Meg Switch-re XD-lol. Igen, megvan, Switch-re kiadták a Doom-ot. Jó, persze kisebb felbontás, meg 30 FPS, de csoda, hogy arra ki tudták egyáltalán adni. Nem visszatérve, hogy olyan apró
humoros pillanatok vannak a játékban, hogy már azért megéri játszani vele. Tehát amikor beesel a lávába, és látszik, hogy a karaktered így nagyon kapálózik, meg fáj, meg minden, de amikor elfogadja a sorsát, akkor csak annyit csinál, hogy egy ilyet, és így süllyed el, tudod? Ja, a Terminátor. A Terminátor 2-ben, igen, amikor süllyed el a folyékony fémbe, a, tudod, a olvadt fémbe a Terminátor. Egy thumbs up-ot még gyorsan csinál. Tehát, hogy ez a, egy lehetőségem van ezt megcsinálni, és megfogadom ezt a lehetőséget. Meg talál egy ilyen mini Doom Guy figurát. Igen. És így fölkapja, fist bumpol vele egyet, és még így, tudod, még a, tudod, az ugye is így volt. Ezt is gifbe. Én a játék végét néztem, amikor kinyírod a Mother Brain-t, vagy nem is tudom, hogy hívják azt a szörnyet. És nem Mother Brain, az a idő, Metroidban van. Metroidban van. Nem tudom, de úgy néz ki amúgy, tényleg ilyen, de ugyanaz, mint a régi Doom-ba is amúgy, hogy ilyen, egy ilyen pók, vagy ilyen agy, gyakorlatilag ilyen agyszörny, csak ilyen robotlábakon van. És amikor nagyon legyengít, akkor így összeesik a robot, így nem tud megállni a robot lábain, és így megfogod a legerősebb fegyvert, így bekúrod a szájába, de úgyhogy kitörnek a fogai meg minden, így, tudod, vannak ezek a tibitak, végül a BFG, hogy így ilyen charge gun, tudod, így föltolod maxra, lehet hallani az erőt a fegyverbe. De te az új Doom-ban benne van a BFG? Hát azt nem tudom. Hát benne kell, hogy legyen. Quake-be is, vagy ja, de szerintem benne. Lehet, hogy akkor azzal ölöd meg a bosszom úgy. És a lényeg, hogy kilősz egy ilyen sugarat a bosszon keresztül, és így rendesen ott van a lyuk, és így esnek le mindenhonnét az agydarabkák, meg minden, és így, és így még lüktet, még fú, nagyon groteszt, nagyon durván néz ki. Meg azt tetszik, tudod, hogy ezek a nagy, izmos, undorító izé démonok, igen. És ahogy már így haladsz később a pályákon, így egyre jobban elkezdenek rettegni a dungájtól, tehát így a pánikot látod az arcukon meg, hogy próbálnak még először menekülni, mielőtt még izé harcolnának veled, tehát, hogy a dungáj valami hihetetlen bedesz abban a játékban. Ezt meg akarom menni előbb vagy utóbb azt a Doom-ot. Nem vagyok nagy Doom-os, de az érdekel engem. Tetszik ez a koncepció, hogy mész, ölsz, csá. Ennyi a dolog. Igen, meg tényleg az nagyon tetszik, tényleg, hogy... Nem is figyeltem most a kérdést, az a baj. Attól még eltaláltam, jó van. Hogy tényleg fogták ezeket a mai AAA játékszabályokat, ezek a objektív, mennyi ide tedd ezt. Cyber azt. Demon. És mindig a homlok egyenest ellenkezőjét csinálja a Doom Guy. Zseniális. Spider Mastermind, bocs. Az a boss neve. De ezt megkeresem neked. Az a durva, hogy a Wolfenstein 2-t is kiadják Switch-re. Az valamikor az év folyamán jönni fog. Bethesda most nagyon támogatja a Nintendo-t. A helyes. Nem tudom, hogy milyen dealt csináltak. Szerinted lesz Fallout Nintendo-ra? Nem utkó beszéltük valamelyik videóban, de... Vagy a Switch-esben, de nem hiszem. A Switch-esben. Pedig az nem lenne rossz. Hát nem. Engem jobban megérintene, mint egy Wolfenstein, hogy őszinte legyen. Ja, persze. Mindig elfejtem, hogy először a kérdést kell. Pont na, megkizom, mutatom Mikinek a... itt van az, amikor összeesik a robot, és aztán pont a BFG van nálad. Először aztán igen, belerugsz a szájába, így betolod, elkezdi charge-olni, én láttad, hogy így aggódik, és így szétrobban, és itt a lyuk a koponyájából, meg így, és még így lüktet, így úristen. What? Kell ez a játék az életemben. Ha nem lenne Doom, ki kéne találni. A Doom a belesz emberek játéka. Az egyetlen pont. Dolog, ami nem tetszik a Doom-ba, az a borítója. Ja, elég szarul néz ki a... Nagyság a háttér. Kedvencem amikor az egyik izének azt a spooky, tudod, azt kell tudod a trombitát, jön a Photoshop-ba. Várjál, azt meg kell, úristen. Meg, tudod, hogy annyira generik a maga a dizájn, hogy az volt egy mém nagyon sokáig, hogy minden más játéknak oda tették a címét, tehát, hogy Tekken 7-től elkezdeni. Tud. Ez a legjobb kép a bolygón. Tud. Ez így milyen mém lett belőle, ezt nem is tudtam. De ez a kép, ez a tud, ez legendás.
Dude.